Lezajlott a második kistelek térségének téli teremre berúgó bajnoksága. Sejben Józsefet kérdeztük az eredményekről. Véget ért a második kistelek térségének téli teremlabdarúgó bajnoksága. Erről kérdezzük Sejben Józsefet. Kicsit beszéljünk erről a tornáról, és hogy milyen eredmények születtek. Így van, másodjára rendeztük meg ezt a tornát így az önkormányzat szervezésébe, hiszen előtte vállalkozói szférába volt, és akkor nyilván nagyobb turna volt. Itt az önkormányzat szervezésénél fő szempont volt az, hogy lehetőleg egy kezelhetőbb létszámú csapat számmal számolva a helyi és a környékbeli fiataloknak lehessen sportolni. Még tavaly előtt, amikor először szerveztük ezt, akkor inkább még a Covid jelentett akadályokat, amiket meg kellett oldani. Idén pedig itt az energiaválság miatt történt meg az, hogy a nevezési díjak tulajdonképpen a duplájára nőttek, de ennek ellenére is, hál' Istennek, egy 13 csapat nevezett, és akkor ennek fényében ezt úgy tudtuk megoldani a lebonyolítást, hogy egy 6 fős csoport és egy 7 fős csoportba kezdődtek meg a küzdelmek, és akkor itt kialakult a csoportokba a sorrend, akkor keresztbe játszással döntöttük el a helyezéseket, és utána végül a győztesek és a vesztesek összekerülve megkiadták a teljes sorrendet 1-től 13-ig. Úgyhogy hát ha számok tükrébe akarom ezt mondani, ez a tornának a lebonyolítása ugye több hétvégét vett igénybe. A 13 csapat mellett 48 mérkőzés került lebonyolításra, 260 valahány gól született a torna során, és nagy örömömre el kell azt mondanom, hogy a tavaly előtti megfogalmazott célok, hogy a fair play, és vigyázzunk egymásra, meg nem a durvaság legyen szempont, hanem elsőben a játék, az úgy veszem észre, hogy idén annyival előrébb léptünk a tavalyihoz képest, hogy kevesebb kiállítások, mert nem volt végleges eltítás, nem volt óvás, úgyhogy ezért ezt nagyon megköszönöm minden résztvevő csapatnak, és csapatvezetőnek, ezt, hogy azt vettem észre, hogy lépett mindenki előre, hogy első a játék, és utána a többi az nem annyira fontos. És úgy látom, hogy ebben partnerek voltak a játékosok is, meg a csapatvezetők is. Nem azt mondom, hogy nem voltak néha indulatok, nem azt mondom, hogy nem voltak néha keményebb belépők, de nyilván ez egy sport, ez benne van, de azon a határon belül tudtunk maradni, ami azt úgy gondolom, hogy büszkeséggel tölti el a szervezőket is, meg a játékosokat is. És ennek fényében aztán nyilván kialakult egy végső sorrend itt február elején, és a helyezéseket elmondanám, végül is a 13. csapat lett a Haverok FC, 12. lett a Spontán FC, 11. helyen végzett a JSB, 10. helyen végzett a Sördögök, 9. lett a Young Boys, 8. helyet végzett a Zenekar, 7. helyen végzett a Football Fanatics, az 5. helyen Kalmi Trafik és Csólyos Pálos, aztán 4. helyen Tömörkény, 3. helyen a Földi Giliszták, 2. helyen a Temes FC és 1. helyen a Steffi csapata végzett. Amit még szeretnék elmondani, nyilván volt itt is a tornának kiemelt díjazása. Az első 3 csapat az megkapta az oklefelet és a kupát. Ezen kívül gólkirályi címet is hirdettünk, melyet Kelemen Viktor 16 góljával érdemelte ki. Hát ez volt a legkönnyebb eldöntenünk. A torna legjobb játékosát végül is a bajnok csapatból Szél Kristófot választottuk, úgyhogy gratulálunk őnek is. A legjobb kapus címet pedig Andóc Balog Roland, a Temes FC-nek a kapusa kapta. Úgy gondolom, hogy így a torna végeztével azért mindenféleképpen köszönetet kell mondjak a játékvezetőknek, hogy a Szegedről jöttek a játékvezetők a megyei szervezés keretébe, és Kis András intézte azt, hogy a játékvezetők mindig itt legyenek. Talán egyszer volt egy kis félreértés, de mindig itt voltak a sporik, és úgy láttam, hogy ők is 2-3 mondat eszmecsere után azonos hullámhosszon voltunk abban, hogy kicsit, ha szigorúbbak is vagyunk, de vigyázzunk a csapatok testi épségére, és ez köszönöm nekik ezt a partnerséget, tehát a játékvezetőknek. Ugyanakkor meg kell emléktenem, hogy jelen voltak minden mérkőzésen, minden fordulóban a polgárőrök is, ők is felügyelték. Nyilván most nem kellett maszkot figyelni, és ez óriási könnyebbség volt, de különösebb esemény nem is történt, ami a polgárőrökre tartozott volna, de a jelenlétük az, hogy ott
ott voltak, azt nagyon megköszönjük. Külön köszönet természetesen a mentősöknek, a Daninak és Robinak. És ugye itt a Robi esetében kell kitérnünk arra, hogy a Koncz Robertnek külön köszönettel tartozunk, hiszen ő igazi mentősként állt helyt, akkor az egyik játékos ugye egy ütközés követően a közeli falnak csapatott fejjel, és eszméletvesztés után esett össze. Ő neki az állapotáról annyit tudok most mondani, hogy jelenleg már otthon van, ágyba fekvő beteg, 2 hónapig írta ezt elő az orvos neki, hát sajnos a koponyája megrepett, a másik oldalán a koponyájának kisebb vérrög is keretkezett, emiatt van szigorúan ágyhoz kötve, de eszméleténél van, kommunikál és köszöni szépen, egyébként jól érzi magát, úgyhogy innét ezúttal is kívánunk neki mielőbbi fölépülést, és reméljük, hogy jövőre, ha merre, akkor azért eljön, és akkor ugyanúgy várjuk sok szeretettel őt is, a csapatát is, és kívánunk neki mielőbbi fölépülést. Ami úgy még megfogalmazódott bennem a torna kapcsán, az, hogy érdekes módon, hát most nem, ezzel lehet aztán vitatkozni, de bennem az fogalmazódott meg, hogy érdekes módon kevés kistelki fiatalt látok itt a tornán, míg más településekről, itt a környezetünkben, mondom, Csólyos, Pálost, ahol szerintem, ha összeszámolnánk, onnét volt legtöbb fiatal srác, aki a foci után érdeklődött, és itt voltak. Tehát ez egy ilyen furcsa jelzés nekem, hogy Kisteleken kevés fiatal focizik, kevés fiatal teheti azt meg, hogy egy kisteleki tornán itt benevezzen, és itt nyilván újra ki kell emelnem a Haverok FC-t, akik 13-ak lettek, ugye szegények minden meccset elvesztették, de mindig itt voltak, összedobták a pénzt, eljöttek, és letudták a meccsüket, nem kellett elhalasztani meg, hogy nem álltak ki. Úgyhogy tehát ez egy fontos dolog szerintem, és bízom abban, hogy előbb-utóbb, hogyha ezt most már évek során hosszabb ideig is meg tudjuk ezt a tornát rendezni, akkor előbb-utóbb majd a kisteleki fiatalok is egyre nagyobb létszámba fognak ezen a tornán részt venni. Úgyhogy a lehetőség mindenki előtt itt van, a csarnokunk azért fantasztikus, most már a tető is úgy gondolom, hogy nem ázik be, tehát most már minden adva van ahhoz, hogy jövőre is egy kevesebb balesettel és egy eredményes tornát tudjunk majd megrendezni. Lezajlott a Szülőként élni, nem csak lenni előadás sorozat. Az erről készült összefoglalónkat láthatják. Lezárult a Szülőként élni, nem csak lenni előadás sorozat a Kisteleki Klébersberg Művelődési Központban. Az első előadás témája látássérülés a családban, amiről bővebbet Gulyásné kis Adelinától hallgattak az érdeklődők. Tulajdonképpen a látássérüléssel kapcsolatban fogom tartani az előadásomat, de hogy igyekszem azért kibővíteni, úgyhogy általánosságban a fogyatékkal élőségről is legyen szó, hiszen az ugye már több embert tud megszólítani, és hogy így a látássérültséggel kapcsolatban szeretnék beszélni arról, hogy akár a szülők hogyan élhetik meg, vagy az érintettek hogyan élhetik meg a látássérülést, akár a gyengén látást, akár a vakságot, és arról, hogy mivel tudunk segíteni egy ilyen helyzetben lévő személynek, és hogy majd szeretnék kitérni arra is az előadás során, hogy az oktatási rendszerben hogyan tudnak részt venni a látássérült gyerekek, illetve a szülők hogyan tudják segíteni őket, és a szabad idő eltöltésében is. A Mindennapok autizmussal címmel tartotta meg második előadását Gulyásné kis Adelina. Mai előadáson az autizmusról lesz szó. Az autizmussal kapcsolatban néhány ilyen, illetve 2 mottót szeretnék elmondani az elején, ami azt gondolom, hogy így az egész előadásnak a lényegét magában foglalja, illetve azt a szemléletet, amivel az autizmushoz és önmagában egy betegséghez, fogyatékossághoz hozzá kell, hogy álljunk. És akkor így először szeretnék beszélni arról, hogy mi is az autizmus, hogy egy picit jobban át tudjuk ezt látni. Utána lesz szó arról, hogy milyen tünetei vannak az autizmusnak, hogyan tudjuk felismerni az autizmust, illetve nyilván a kezelése is nagyon nagy hangsúlyt fog kapni. És mivel ez egy szülősegítő előadássorozat, ezért a végén szeretnék kitérni arra is, hogy szülőként hogyan tudunk segíteni az autista gyermekeknek. Azt gondolom, hogy ez nem csak
szülőként lesz hasznos, hanem akár ugye bizonyos oktatási vagy nevelési intézményben dolgozók számára is, és a végén pedig olyan híres embereket szeretnék bemutatni, akik éppen az autizmusuk által váltak sikeressé, és úgy tudtak valami nagyot és maradandót alkotni a világban. Először is, és mindenek előtt gyerek vagyok, autizmussal élek. Elsősorban nem autista vagyok, az autizmusom az a személyiségem pusztán egy része. Nem határozza meg, milyen ember vagyok, gondolkodó, érző, sokféle tehetséggel megáldott lény. Illetve próbáld az autizmusomat ne egy képesség hiányaként, hanem egy másfajta képességként felfogni. Ne az autizmus húzta határok, nézd, hanem a sok jót, amit kaptam tőle. És akkor elsőként térnénk rá arra, hogy mi is az autizmus így ezek után. Az autizmus tulajdonképpen egy minőségbeli fejlődési zavar, ami azt jelenti, hogy az autizmus érintettség megléte nem egy konkrét tünetben jelentkezik, hanem az egész személyiség egy kicsit másmilyen lesz, eltér tehát az átlagos személyiségtől eltér, tehát ez így az egész személyiségre hatást gyakorol. Elsősorban három területet tudunk kiemelni, ahol látható tünetét tapasztalhatjuk. Elsőként a társas kapcsolatok terén, ezen kívül a kommunikáció terén, és a megismerési készségek, a rugalmas viselkedés szerveződés terén. Ezekre természetesen majd bővebben is ki fogunk térni ott, ahol arról beszélünk majd, hogy milyen tünetei vannak az autizmusnak. És ezeket ugye részletesen is ki fogom fejteni. Tehát lényegében annak a gyermeknek, aki autizmussal él, társas, gondolkodásbeli és a beszédével összefüggő készségekben is van eltérő fejlődése, ami ugye, ahogy említettem, a személyiség egészére is hatást fog gyakorolni. Nagyon fontos kiemelni azt, hogy az autizmus nem betegség. Az előadás sorozat harmadik témája tanulási zavarral az iskolában is otthon, melynek előadója Szarvas Simonetta. Tanulási zavarra az iskolában és otthon, erről lesz tulajdonképpen ma szó. Először is egy mottót kerestem, és nekem ez azért tetszik, a tudni vágyás legbensőbb igényünk. Minden út jó, ami hozzá vezet. Hogy ugye az a nehéz az iskolai oktatási rendszerben, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy van egy út, azon kell menni a gyerekeknek, és akkor fogják majd a tudást megszerezni. És hogy ez egyáltalán nem így van, és az a fontos, hogy találjuk meg azt az utat, azt a módszert, amin az adott gyerek el tud menni oda, hogy ezt a tudást megszerezze. Amikor gyerekek nagy csoportot elvégzik, és készülnek az iskolára, mindannyian ismeritek ezt az időszakot, csillogó szemmel mennek iskolatáskát vásárolni, hihetetlenül lelkesek, és a szülők is azzal a hittel küldik a gyerekeket iskolába, hogy sikeres legyen a gyermek, hogy érezze magát jól az iskolába, érje őket öröm. És hogy alapvetően persze, hogy ez lenne a jó, de nagyon sokszor látjuk azt, hogy gyakorolnak, tanul a gyermek, motivált, és mégis sikertelen. Nem sikerül megtanulni a betűket, nem sikerül összeadni a számokat. Kudarc, kudarc hátán, amit megél a gyermek. És ugye ez ugye azért nehéz, mert előbb-utóbb kialakul az, hogy én buta vagyok. Az önértékelése sérül, az én képes sérül, az úgyse fogom tudni, attitűd alakul ki. És ha ez nagyon sokáig fönnáll, akkor, és itt most azért fogok erre kitérni, mert hogy nagyon nehéz sokszor elkülöníteni, hogy melyik volt előbb, tanulási zavarból lett pszichés tünet, vagy a pszichés tünet okozza azt, hogy a tanulás sem jól megy a gyermeknek. De hogyha ez a kudarc élmény sokáig fennáll, akkor mindenképpen pszichológiai tünetek szoktak jelentkezni. Hogyan dolgozzuk fel a negatív élményeket címmel tartott előadást Gulyásné Kis Adelina, tanácsadó szakpszichológus, az előadás sorozat negyedik állomásán. Most nem feltétlen ugye a látássérültség a téma, illetve hát most ugye így a negatív élmények feldolgozása, de ettől függetlenül, hogyha ezzel kapcsolatban van kérdés, vagy bármiféle gondolat, akkor erre is örömmel válaszolok. És hát nyilván egyébként ugye mondtam, hogy most nem feltétlenül a látássérülés a téma, de ugye így a negatív élményekkel kapcsolatban a krízis kezelés, a stressz is feljön, tehát nyilván azért nem teljesen független a kettő
egymástól. És akkor így az előadásban azt gondoltam, hogy ugye ez nagyon tág témakör, hogy így a negatív élmények feldolgozása, és ez azért is nagyon jó, mert ezért nagyon sokféle terület felől, nagyon sokféle irányból meg tudjuk közelíteni. Én amit gondoltam, hogy először egy picit arról beszélnék, hogy mik is az érzelmek, milyen típusai vannak, és hogy ezen belül a negatív élményeket ténylegesen hogyan éljük meg, és hogy hogyan dolgozzuk fel kognitíve. És utána én, amit így kiragadnék a negatív életeseményekből, az a krízis és a stressz, tehát hogy arról beszélnék többet. Utána viszont, ha lesz kedvetek, illetve lesz idő, akkor nagyon szívesen egy ilyen relaxációs technikát is mutatnék, amit így közösen megcsinálnánk, de ezt akkor majd még így visszatérünk erre. És akkor hát tényleg köszönöm, és bízom abban, hogy vagy választ kaptok a kérdéseitekre, vagy tényleg haza tudtok vinni egy-egy gondolatot. Akkor így az előadást igazából én egy idézettel szeretném kezdeni, amit már így a többi előadásnál is így tettem. Most is igyekeztem olyan idézetet választani, ami nagy vonalakban igazából az egész előadásnak a lényegét leírja. Az idézet szerint ugye az élet egy malomkő, egyedül tőled függ, hogy felőröl-e vagy megcsiszol, és szerintem tényleg annyira szépen kifejezi azt, amiről így a következő, nem tudom, 45-50 percben szó lenne. Ugye azt már így a Rózsa is, meg én is érintettem, meg hát mindannyian tapasztaljuk is, hogy az életünk során ugye nagyon sokszor érnek minket olyan események, élethelyzetek, amik hát igazán megviselnek minket, és ez lehet ugye akár valamilyen veszteség, sikertelenség, lelki vagy anyagi nehézség, különféle betegségek, de ugye bármi kiválthat belőlünk olyan érzéseket, vagy gondolatokat, amik mentén ugye úgy érez, hogy ennek sohasem lesz vége, és akár még azt is mondjuk, hogy biztosan ismerősek ezek a mondatok, hogy vége mindennek, vége a világnak, feladom, nem tudom tovább csinálni, vagy akár nem is akarom, elég volt, erre én képtelen vagyok, tehát azért azt gondolom, hogy így ilyen és ehhez hasonló mondatokat mindannyian vagy mondtunk már, vagy hallottunk. Ugye ezeket a mondatokat abban a pillanatban teljesen komolyan is gondoljuk, viszont aztán egyszer csak valaminek vagy valakinek a hatására elkezdjük erősebbnek, kilátástelibbnek látni a helyzetünket, és igyekszünk ezeket átkeretezni, amik történtek velünk. Tehát itt általában a dolgok nagyon nagy mértékben az átkeretezésen is azon múlnak, hogy hogyan értékeljük ki az adott helyzetet. És éppen ezt szeretném majd egy picit részletezni így az előadás során. Azért, hogy megértsük, hogy miként is éljük meg a nehézségeket az életünkben, ilyenkor mi játszódik le bennünk, mi az érzés, az az érzet, amit ilyen nagyon összevisszának, véget nem érőnek, zűrzavarosnak élhetünk meg. És hogy ugye nagyon fontos, és azt gondolom, hogy valamennyien azért is vagyunk itt, hogy akkor megtudjuk, hogy mit tehetünk azért, hogy fel tudjunk állni ezekből a mélypontokból, ezekből a nehézségekből, ezekből a helyzetekből, és tovább tudjuk vinni a mindennapjainkat a már megszokott, bejáratott módokon, hiszen azért nyilván egy negatív életesemény, vagy negatív érzés az első, amit felborít, az a napi rend, meg a jól megszokott dolgok, és azzal már tovább csúszik, meg omlik a felépített kis várunk. A fogyatékkal és hátránnyal élőknek is biztonságos otthonról, de minden más, mindennapjainkat érintő problémákról is beszélt Balla Gábor, a Szülőként élni, nem csak lenni sorozat utolsó előadásán. Biztonságos otthon fogyatékkal és hátránnyal élőknek is. Az előéletem nekem a történettel annyi, hogy én 20 éve dolgoztam rendvédelmi területen, és az előadásnak a pontjait azt próbáltam akkori ott szerzett élményeimből, tapasztalataimból, meg az ott tanultakból összeállítani. Arra jutottam a PPT kidolgozása közben, hogy igazából az alcímekről és mindről lehetne külön tartani egy előadást. Annyira szerteágazó dolgokba lehet ott találni,
próbálunk csak nagyon, nagyon felszínesen, felületesen végig szaladni ezeken a dolgokon, inkább csak egy kis ilyen gondolatébresztőnek, hogyha esetleg valaki valamilyen módon érintett, vagy csak a gyermekneveléssel kapcsolatban, csak idézőjebb a gyermekneveléssel kapcsolatban, vagy fogyatékkal élő, vagy hátránnyal élő is van a családban, akkor tudjon olyan gondolatot meríteni ebből, ami esetleg jól jöhet. A végén természetesen bármelyikre vissza tudunk térni, bármelyikbe jobban bele tudunk menni, tehát minden pontról tudunk beszélgetni egy óra hosszát, úgyhogy egy olyan 10-15 órát tudunk még erről beszélgetni, hogyha valakinek igénye van rá. Tehát a legeslegelső a fogyatékkal élők számára is, igazából meg mindenki számára is, az, hogy az áldozattá válást elkerülhessük. Most igazából, ha valaki meghallja ezt a mondatot, hogy áldozattá válás, akkor rögtön bűncselekményekre gondol, de hát ugye a balesetnek is lehet áldozata, vagy egy rablásnak, lopásnak is lehet valaki sértetje, ezeket is mind áldozatnak tekintjük, és például itt a balesetnél látszik, hogy nem is biztos, hogy a vétlen, az, aki elszenvedi balesetet, az bármilyen módon hibás is ebbe az egész történetbe. Tehát az első szegmens, amiben kisgyermeket nevelők, vagy fogyatékkal élők vannak a családban, nagyon fontos a közlekedés, és ott, akik nem szakemberek ebbe a közlekedésbe, tehát nem hivatásos sofőrök, azok igazából a megelőzést, meg ezeket a közlekedési baleseteket elkerülni lehet előrelátással, képzettséggel, ebbe beletartozik az is, hogy a közlekedésre képtelen állapotban, most itt nem vezetésre való képtelen állapotban, hanem közlekedésre való képtelen állapotban mondjuk valaki ne közlekedjen. Tehát ha valaki mondjuk súlyosan ittas, akkor mondjuk gyalogosan is bele tud esni egy betonárokba úgy, hogy az életét vesz, ehhez nem kell járműbe ülni, nem kell, hogy elüsség, nem kell, hogy semmi történjen. Tehát az első itt, ami nagyon fontos, a belátás, hogy mindenki saját maga rádöbbenje arra, hogy ő most erre nem alkalmas. Február 19-én 2 hektáron lángolt a száraz aljnövényzet, kora délután Kistelek külterületén. A kisteleki és a kiskomolysai hivatásos, valamint a kisteleki önkéntes egységek közös erővel folytották el a lángokat. Senki sem sérült meg. Február 24-én a forgalmat is veszélyeztette egy nagyméretű fa lehasadt lombkoronája Ópusztaszernél, az 5411-es úton. A kisteleki hivatásos, valamint a szegedi önkéntes tűzoltók motoros láncfűrészen végezték el a beavatkozást. Ezt követően a forgalom helyreállt az érintett útszakaszon. Lenyomhatod?